Üdv mindenkinek, Ronin vagyok, ez pedig itt a Dead Island Riptide második epizódja. Onnan folytatjuk, a legutóbb abba hagytuk. Ugye, megcsináltunk néhány mellékküldetést, és megmutattam, hogy hogy lehet az NPC társaink fegyvereit felfejleszteni. Továbbra is itt vagyunk ebben a kis Paradise Survivor campben. Johnnyval, a bunyós Johnnyval. Jó is lesz ez a macsete nekünk, és megpróbálunk segíteni magunkon, hát ha az Isten is megsegít, holy moly, egyből egy lila baseball ütő. Úgy látszik, ő zúzó fegyverekkel kereskedik. Nekem viszont nincsen semmi. Úgyhogy jó lesz, ha szerzünk majd magunknak valamit. Hol a másik shop? Igen. Az ott nem az. Ő a dobófegyveres csávó. What the fuck? 1, 2, 3 van. Jaja, meg kint van egy a Csajci. Jó, oké. A Csajcinál meg ugye vannak a mi cuccaink. Diabolic Chinese War Sword. Holy shit. Ez, egyelőre ezekre nincsen szükségünk. Nézzük meg a küldetéseinket, hogy mik vannak hátra. Side quest, team quest. A team questek, mint láthatjátok, eléggé csak gyűjtögetősek. Tehát deliver 3 watches. Deliver 3 braids, deliver 3 wires, tehát ilyen lootolós cuccokat kell hozogatni. Igazából ez bármi teljesíteni tudja, aki folyamatosan lootol a játék folyamán, úgyhogy ne felejtsetek el mindent kilootolni. Viszont van egy sidequesting, az electrifying. Find 5 car batteries. Nem tudom, hogy ezek el vannak-e helyezve valahol, de bizony, hogy el vannak. Ó, itt is van az egész sziget, ugye, amit látunk. Egyből itt van a fő küldetés, és itt vannak a car battery-k. Jó, szerezzük meg ezeket az autó aksikat. És mivel amúgy is arra kell mennünk, valamit láttam. Ugye a magnet és a flare gun ammo, azokat nem szabad itt hagyni sose. Hát, ha még jól jönnek. Ugye erre van a csónakos dolog, úgyhogy egyből azt is megnézzük. Szerencsére ez a híd már already destroyed. És láthatjátok, hogy a monszun megtette a hatását, ugyanis ezen a szigeten szinte mindenhol derékig ér a víz. Nagyon fényes a napsütés nektek? Nekem eléggé. Wait, what? Várjátok egy picit. Nincs nekem kikapcsolva és véletlenül motion blur? Subtitles on, video. Vertical single, okay, motion blur. Oh, fuck you. Nekünk ez nem kell. Confirm. Így. Nem kell a motion blur, csak idegesítő. Na, meg volt a hölgy. Itt van egy, mi ez? Batteries! Nice! Az is az egyik gyűjtögethető cuccok közé tartozik. Spuff! Hi! Holy shit, lerúgtuk a kezét! Lerúgtuk a csávó karját! Milyen bivaj... Szóval erős, Johnny. Igen, elég egy icipicit rányomni a shiftre, és már is rúgás, már is nekifutásból rúgunk, és már is kaptunk egy skillt. Hát ugye itt már olyan nagyon szükségünk nincs semmire, majd persze belenyúlogatunk. De akkor jöjjön a lockpick, ugye? Amit nagyon-nagyon szeretünk. Kilockpickelni a háj! Splatty. Oké, nice. Két ütésből meg volt a zombi. Imádom ezt az emberkét. Te egyébként minden oké? Oké. Ott van egy Island Guide. Na most ezeket is lehet gyűjtögetni, hippipúrá. Menjünk egy kocsival? Nem megyünk annyira messzire, hogy kocsit kell használni. És nézzünk egy kicsit körül itt a szigeten, ha már itt vagyunk. Egy-két zombit látok csupán. Csá. Már is a földön mindenki. Rásegítünk egy kicsit macsetével. Fúgy! Egy fej mínusz. Hi! Ugye azért csinálom ezt, hogy fejlődjön a... Gas and oil. Úgy is jövünk még ide, úgyhogy egyelőre azt hanyagoljuk. Ez egy benzinkút egyébként itt jobbra tőlünk. Ez egy buzogány. Azért használom a macsetét, mert ezért a macsetért nem kár, tehát csak egy fehér kis szutyok. Sokra nem megyünk vele. Most nem sikerült neki futnom, de mindjárt... Leváltunk, és... One Punch Man, komolyan mondom. By the way, ha még nem láttátok azt az animét, és szeretnétek egy rohadt jót röhögni, akkor nézzétek meg. Ez már halott. Jó. Megyünk tovább, tehát 5 darab aksi akkumulátor, az persze, kocsi akkumulátor, kocsi akkumulátorra van szükségünk. Maradj ott, jó fiú. Itt is van valaki, lépjünk az arcába, pif!
infected ráadásul, úgyhogy gyorsan el kell intézni. Ha, látjátok, hogy rengeteg ilyen kis mellékvágány, kis barlangocska van az út mentén, amit föl lehet majd fedezni. Természetesen nem megyünk be mindbe, hisz az lehetetlen. Illetve nem lehetetlen, csak rohadt sokáig tartana. És hát mivel XP-re már nagyon nincsen szükségünk már most így a játék elején, természetesen azért a Survivor skillfát ki fogjuk húzni. Police button, nice. Majd jól eladjuk. De a fighting skillünk már megvan, tehát csak azért nem fogunk... Ott jó sokan vannak. Csak azért nem fogunk letérni az útról, mert föl akarok fedezni. Ó, wow. Ó, az igen, micsoda luft. Oké. Hú. 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 Oké. Stamina, stamina, stamina. Áú, áú. Ide jöttek. Az egy infected. Őt levágjuk először. Áú, fuck you. Mi? Miért vetted elő? Nem! Johnny, no. What the fuck happened? What the fuck? Honnan? Oh! Jesszusom! Mi a frász volt ez? Láttátok ezt? Beragadtam és elfordultam valami kellemetlen irányba. Ó, itt egy mellékküldetés, by the way. Popók! Ó, oh, mellé. Hey, jó, wow. Azaz. Szépen lefektetünk mindenkit. Öreg anyádat. Ó, de jó. Hey, hú. Mindenki bongózik. Stamina. Jesus. Az elején még nagyon... Wow! Az elején még nagyon gázas staminánk. Úgyhogy arra még feltétlenül rá kell gyúrni. Tapparac. Hajj már meg! Oké, akkor... Elhasználtunk két medikitet is. De nem baj, lesz még. Nincs itt gond. Nem tudom, félre kattintottam és fölvettem, vagy bele... tekertem egyből a flare gun-ba. Nem tudom miért. Na mindegy, lényeg az, hogy... Működik ez is, de csak közelről. Hup. Ugye lángra tudjuk vele lobbantani a zombikat. És ugye ingyen van az ammó hozzá, hiszen ott a bázis környékén egyből... Oh, shit, kapunk egy párat. Au. Na, szóval ezeket itt ki kéne nyírni. Hup. Jaj. Annál kés volt. Jesus. Menj oda. Oké. Okay. Stamina. Ah, oh, medikit. Nice. Medium medik itt ráadásul csak. Oké, okay, nézzünk egy Reaper-t. Reparáljuk meg ezt a... az elég drága. De most egyelőre nincs más. Flare, oké. Okay. Dezodor, magnet. Hi! Látjátok, lehet ilyen ráugrást, rárugást csinálni. Hogyha kijelzi az F-et, miközben ott vagytok a zombi közelébe, akkor nyomjátok meg bátran, avval valami brutál damage-t ki lehet osztani. Mindjárt be is mutatom szerintem. Nem, innen nem engedi, jó. Wuhu! Oké, kis staminát várunk. Felszedtünk valami diving knife-ot. Szevasz! Pierre! Mon ami! Úgy látszik, kicsit francia a csávó. Oké, tehát kell neki némi benzin, hogy... megnyissa nekünk az üzletét, tehát nála is lehet majd dolgokat vásárolni. Hát ugye mondtam, hogy vissza kell mennünk a pumping stationbe, úgyhogy ezt el is intézzük, hogyha belefér az időnkbe. Oké. Okay. Szóval... Ó, igen, és el kell vinnünk a kanisztert. Remek. Ha csak ott nincs, de nincsen, úgyhogy majd eljövünk ide a kocsival, felszedjük a kanisztert, és visszavíve majd hozunk neki egy kis benzint, de most gyalogosan nem kezdem el cibálni odáig az üres flakont, majd elfurikázunk ide kocsival. De egyelőre a battery-kért megyünk, tehát visszajelöljük a electrifying küldetést. Ez egy kicsit nehezebb, be kell mennünk egy ilyen elhagyatott zombik által infestált táborba. Már megint sokan vagytok, bakter. Ennél megkés van. Oh, what the fuck? Ez egy darab ütés volt, vagy mi történt?
Wow, gyorsabban haltunk, mint gondoltam. Hát ezt elcsesztem. Vagy nem tudom, mi történt igazából, mert nem láttam, de... Oké. Okay. I guess. És most újra itt van mindenki, of course. Takarodja. Mi a töcs? Mi? Most ez mi volt? Megint megsérültem valamitől, de... Mi a franctól? Ti láttatok? Írjátok már a komment szekcióban, hogy mi a tökömtől haltam meg. Hozzám vágtak valamit, vagy... De nem, az itt lenne a földön amúgy. What the fuck? Pedig olyan volt, mintha bekaptam volna egy késdobást, vagy valami hasonlót. Az szokott ilyen brutálisan sebezni. Oh, canned food. Nice. Jesus. Jó, hát ez... Az anyátok, úristenit. Szerintem nagyon le van halkítva a zombi hörgés. Egy pillanat. Egy kicsit hagy vegyem följebb. Csak egy egészen aprócskát. Speech effect. Talán így jobb lesz. Egy fokkal, aha. Jó, oké. Nem hallom, hogy közelítenek, az a problémám. Egyébként többek közt. És itt van egy újabb láda. Miért kapok ilyen szutyok fegyvereket? Miért kapok valami használhatót? Jó, nem mondom, hogy egyből kapjak egy katonát, de... Dönnyi ne! Oké, okay. Jó, elszállt a feje. Hát egy kicsit csalódott vagyok, nem gondoltam, hogy ilyen hamar meg fogok halni. Na mindegy. Szóval, innen kell összeszednünk az aksikat. Ebből a lakókocsi parkból, vagy nem is tudom mi ez. Infektidet hallok. Hol vagy? Hol vagy, drága? Mutasd magad! Hadd nyugtassalak le. Az mi az? Duct tape. Oh yes. A túlélő legjobb barátja. Itt egy walker. Jó, volt nála egy wrench. Egy láda. Homemade double blade. Ki ilyen rohadtul ideges? Inzulin. Nice. Ez még biztos kelleni fog valakinek. Itt állandóan összehoz minket a sors ilyen folyamatos felügyeletet igénylő emberekkel. Valakinek inzulin kellett az előző részben, valakinek inhaláló. Az mi az? Oh, carbetri, elé jöttünk, oké. Jó van, Ronin. Képbe vagy, mint mindig látom. Wow! Holy shit! Oké, ez kapott egy nagyot. A többi is itt lesz, ugye a zöld területeket kell átkutatni. Wow! Volt egy kis frame loss. Jó. Painkillers, ott a carbetri. Nagyon jó. És még kell kettő? Három. Érdemes ezt a lakókocsi parkot átkutatni, ugyanis láthatjátok, hogy ide bent megy a parti. Háj, skacok. Tárazunk egyet. Hát ott ki. Hújúj. Ez mi volt? Ide repült hozzánk a robbanós hordó, váj. Oh shit, nem tudok célozni, na álljatok. Mondjuk ezzel elég nehéz. Ez mögé ment, pedig szerintem totál rajta volt. Ez is mögé ment, jó, akkor lejjebb célzunk. Puff, oké, ezt talált. Ez fájni fog. Ó, nem fájt, jó. Hey, hi! Az egyetlen lőfegyverünk, úgyhogy most egyelőre kielvezzük, amíg tudjuk. Jól van. Ott becsapunk közéjük. Ott láthattatok egy bum-bumot. És egy boomert más néven. Megpróbálom elintézni az ő módján. Oh yeah! Még mielőtt bármi történik, itt kifölrobbantunk mindent, hogy később már ne okozhasson ezt problémát. Egyetlen gondom, oh, bleach, nice. Ezzel a flare gunnal, ugye, hogy egy lövetű, de hát mit is várunk egy ezt felveszem és eldobom minden még mielőtt belerobban az arcomba. Tehát mit is várunk egy erről beszéltem. Egy flare gun-tól, mint hogy egy lövetű legyen, of course. Miért nem tudok bemenni? És police button! Just what I need. Ah, és level 3-as is nem bírom kinyitni. Fuck! Mindegy. Haladjunk az áramba, nem belesétálva. Nézzünk szét. Újra. Hopp, odafönn nem voltunk egy pillanat. Ez most egy kicsit ilyen side mission-ös rész lesz. Remélem nem bánjátok. De hát na, élvezetebb a játékba játszani. Igaz, hogy kicsit repetitívé válik, a túl sokat kolbászolunk és állandóan csak respawnolnak ugyanazok a zombik ugyanoda. De, na,
Igen, ez a játék. Egyébként már a különbségek az előző rész is e között már most feltűnhetnek, ugye. Sokkal smoothabb a játékmenet, mint volt, sokkal simábban lehet manőverezni a karakterrel. Ugye Joe mozgása abszolút egyedi, tehát ez a rugásos, fölütéses kombó, ez nagyon Bruce Lee. And I like it. Itt a következő battery, és még azt hiszem kettő van. Hi. Hup. Oké. Loot, 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 loot. Mindent akarok. Nem is a pénz... Oh, fú, shit. Nem is a pénz miatt, ugye, hanem maguk a cuccok miatt, amiket majd a karaktereknek a fegyverfejlesztéséhez lehet használni. Egyébként megsugom, hogy az utolsó fejlesztések, amiket eszközölhettek az NPC karaktereken, azok majd ilyen Dead Zone nevezetű dolgokból lehet összeszedni, azokhoz már ilyen lila tárgyak kellenek. Csak úgy a vadonban nem igazán lehet megtalálni. Anyád! Megint nem hallottam. És ezek a Dead Zone-ok, ezek olyanok, hogy ilyen kis instaszerű dolgok, nem tudom, játszottatok-e. Az online játékokban szoktak ezek népszerűek lenni. Mi az anyádi, nem tudsz bemenni, Johnny? Na. Ugye ez egy elszeparált zóna, amiben van egy boss, meg több kicsi trash mob, amiket ki kell nyírni, és akkor általában ott lehet felszedni ezeket a kék vagy lila eszközöket, amik a fejlesztésekhez szükségesek lesznek. Jó lenne, hogyha befognám egy kicsit a számat, akkor talán hallanám, amikor a zombik rám másznak. Egy. Nice. Oké, okay, let's go! Még egy van, aztán. És van egy kocsi a közelben, amit föl is szedhetnénk akár. Ez egy szappan volt? Ez egy szappan volt. Hiszen kell majd a benzina Pierre-nek. Ez mi? Shattered stick. Az not needed. Oké, okay, ő semleges. Ott van a car battery. Meg is vagyunk. Painkiller is on. Oké. Okay. Két elektromos kábelt kell még megtalálnom. Na de azok hol francba vannak? Basszus. Hát nem itt. Ez a stomping, ez brutál. Páros lábbal a fejre. Hova kell mennünk az shit. Oh god, oké. Okay. Ez pont arra van egyébként, amire Pierre, ha jól láttam. Úgyhogy két legyet ütünk egy csapásra. Először elviszük majd a kocsit. És megszerezzük a benzint a srácnak. Oda be kell mennünk. Hogy kinyissa a bódéját nekünk. Aztán, hi! This is probably hurt, like fuck. Hey, hi! Ezek honnan jönnek? Ti látjátok ezeket, amikor így fölbukkannak? Én rohadtul nem. Na gyerünk! Hi! Senkit sem zavarunk? Oké. Okay. Painkillers. Small pistol ammo. Már csak pisztoly kéne, mivel ellövöm. Cukorszint helyreállítva. Nice! Ez mi? Doboz cigi, semmi értelme. Alkohol, nice. Lesz mit a Molotov koktélba aprítani. Flimsy wooden button. Na, arra nincsen szükségünk. Az mi? Yay, postcard from Palanai. Semmi más vágyam nincs, mint hogy képeslapot kapjak egy olyan szigetről, amit éppen szétcincálnak a ombik. Itt valami? Nothing. Oké, akkor ez itt ez ennyi volt. Az mi? Ja, energy drink. Jó, azzal nem foglalkozunk, nincs rá szükség. Na. Kocsiba be, ablakot le. Nem folytatom tovább, mert copyrightos. És már menjünk is. Ott még van egy pár jóska, de nem igazán érdekes. Először elmegyünk Pierre-hez. Fölszedjük a marmonkannát. Üpszi. Aztán lemegyünk a benzinkúthoz. Ó, már vissza is spawnoltak a dögök, úristen. Ne. Föl tudok menni egészen a kocsival odáig? Simán. Spook. Traffic control. Yay. Kannát bevágjuk a platóra. Oké. Okay. Már most is lötyök benne valami, de gondolom nem elég a benzin, vagy I don't know. Így spoof. És elvileg itt van a két kábel is valahol a közelbe, ugye? Field effect, nem. Electrifying. Ha minden igaz, akkor... Ó, nem. Ez a másik irányba van. Sorry. Akkor ezt elvétettem. Akkor Firefrost Sale. Ezt megcsináljuk. Megszerezzük neki a benzint.
Ez elvileg nem kéne, hogy sokáig tartson, de ott van valami nehez, erősebb zombi, ahova megyünk. Bár nem emlékszem, hogy mi. Elég rég játszottam. De szerintem nem jelent majd problémát. Egyszerűen csak fölparkolunk a járgánnyal odáig, aztán megoldjuk a dolgot. Aztán Pierre kinyitja a másik irány. Ó, de föltolhatunk szépen. Nem látok hátra egyébként. Hi! Örülök, hogy itt vagytok tényleg. Kamerakezelés még mindig nem az igazi a kocsival, de... Ó, nem tudok fölkanyarodni, why? Aztán megjöttünk. Ez egy tug. Azzal mi van? What the fuck? Oké, okay, bár tuti, hogy halott, csak még nem tud róla. Te! Most már te is tudsz róla, jól van. Tug bácsi, hol vagy? Mondjad, mutasd magad. Shit, ott van egy civil, basszus. Oké, úgy látszik a civil nem sérül. Jó. This is kind of a illusion breaking thing. Hey! Haha, nem tudtok elkapni. Johnny-t nem olyan könnyű elfogni. Szia, Thug! Bász! Annak is beküldtünk egy kritikát. Tír! Puszta kézzel a Thugot! Tír! Fejre! Tír! Ott egy kritikál és bekapta a Dragon Kiss. Out! Hey! Visszaüt! Visszanyalt a fagyi! Na jó, gyere vissza! Ne rúgjuk, ó, Isten, milyen sebzést! Jesus! Csak így puszta kezesen, így püf-puf mindenkit! Azt is leküldjük! Anya, megtántorítja a Thugot a rugása! Ez durva! Puszta kézzel verjük agyon a Thugot! Ezt melyik másik karakterre lehetne megcsinálni? Szerintem egyik ez se. Hey, hi! Puff. Jaj! Kifogytunk a staminából, én majdnem kitértem a fülhallgatót, mert fizikailag is hátrahajoltam az ütés elől, nem csak a játékban. Te! És még egy dír! Áó! Én nem kértem. Most már csak azért is ököllel fogom lenyomni, hogy megmutassam, hogy Johnny a badass. Gyeretek! És kész. Mit van? Tiring Humbu. Ja, ezt droppoljuk. Köszönjük ezt, nem tudom miért. Volt egy kis frame rossz. Bocsánat. Te ki vagy? Talk to Brian. Talkolnék veled, de nem vagy itt. Vagy jön valaki, és azért nincs itt. Hey Brian, what's up? Mászok be? Nem, itt vagy, jó. Oké, kaptunk tőle egy valamit. Még semmit, meg kell menteni Brian-t. Oké, azonnal rajta vagyok a dolgon. De először is. Nézzünk valami HP töltő alkalmatosság után. Ojjaj. Szikrázás van, meg robbanás veszély. Itt valami? Kuka. Wow, floater meat. Oké. Nothing. Robbanás veszély, robbanás veszély. Én úgy emlékszem, hogy itt volt egy láda. Nope. Nem itt? What is that? Blade. Oké, az kell. Ott egy valaki. Basszus, pedig úgy emlékeztem, hogy itt van egy láda valahol a konténerek, vagy ezeknél a tartályoknál. Te ki vagy? Ő Brian, oké. Mi volt ez? Gas for lighter. Ez már halott, robbanás veszély szint úgy. Jaj, hogy innen jött ki. Oké, I got it. Itt valami? Azon kívül, hogy mindjárt beragadok és nem tudok kijönni? Semmi, jó. Brian, rendicek. Itt a láda. Debilating base van. Bullshit. Jó. Pillanat. Csinálunk molotovot, ha tudunk. Nope. Ja, de tudunk. Oké. Okay. Milyen kevés blueprintünk van, azt a betyár mindenit. Már hozzászoktam a jóhoz. Ott van egy kis elektromosság, azzal oda vigyázni kell, meg ide figyelni. Itt kell föltölteni a benzint. Oké. Okay. Ott is egy autó, itt is egy autó. Megyünk majd vissza a miénkkel szerintem. Ez kell nekünk. Miért van egy olyan érzésem, hogy ez nem fog sikerülni? By the way, ez itt egy dead zone. Tehát az ott a töltő zónája is, igen, ez itt egy dead zone, ki is van írva. Megint egy frame drop, nem tudom miért. Use. Nothing. Yeah. Looks like I have to go to Marik's Marina. Marik Marinába kell mennünk ahhoz, hogy fel tudjuk tankolni. Ez remek. Csodálatos. Még messzebbre, mint eddig. Várható volt mondjuk.
Van-e itt még valami a Dead Zone-on kívül? A Dead Zone-ban nem akarok most bemenni, ez egészen biztos, mert nincs fegyverünk. Tudom, hogy Johnny bedez, de azért nem szabad túlhajtani szerencsétlen, ő sem. Áú, mindenható. Fuck, tudtam, hogy bele fog sétálni a baszalba. Itt valami esetleg? Something? What is that? Gas for lighter. Úristen, ez egy ekkora kanna? És ezt csak így zsebre vágjuk? Oké, okay, Johnny. Szóval, Marik Marina, hova a bűbánatos hóhérba kell mennem? Ide! Hú! Jó, tehát a főküldetés az visszahoz ide. Ja nem, ezek mellékküldetések, oké. Okay. Idehoz az elektromos kábel, ide megy a csónak, és ide megyünk a benzinért. Jó, akkor megyünk a elektrik kábelért, az electrifying küldivel, de visszük magunkkal már most a kannát, biztos, ami tuti. Csak nehogy bebukjam. Valaki jön, anyád valagát. Anyád, úristen! What the fuck? What? Keresztül glitcheltek a kocsin. El akartalak titeket ütni? Nem problém. Jaj, most haltam meg. Szétverik a fejemet kocsin keresztül. Jaj! Jézusom! Haladjunk, gyerünk! Már itt vagyunk az úton. Most már elvileg mutatnia kéne GPS-szel, hogy merre menjek, de rohadtul nem csinál sem. Áú! Nem csinál semmit a játék. Miért nem mutatja? What? Egy pillanat. Ja, jó felé megyek, majd itt kell lefordulnom a következő baloson. Mondom én ezt a dzsungel közepén, mint egy idiót a GPS-t. Nagyszerű. Hol az a következő balos? Álljunk meg egy percre. Itt. Basszus, nem tudok. Nem tudok felfordulni kocsival, mi? Nem hát, rohadt élet. Jó, akkor kiszállunk. Itt a zombi horda kellős közepén. Júj! Ez most egy reflexvágás volt. Az ott egy infektid és vérzik. Uhú! Get fucked! Hi! Körbe táncoltuk, mint... Oj! Ó, ma megint majdnem kitéptem a fülesemet. Ott maradt. Oj, shit! Ó, nagyon bejöttünk. Hojoj! Jó, lerúgunk mindenkit. Elvonulunk fedezékbe. Mondjuk ide. Nem tudom mennyire fedezék, de most mondjuk, hogy ez az. Ó, oh, mi ez? Wire? Dangerous crowbar. Zöld, úgyhogy fölvesszük, ledobjuk a Fiddler Ranchet. Kérem találni egy shopot, az, az igazság. Megszabaduljunk a sok hulladékunktól. Hi, everybody! Oh, hi! No! Get fucked. Itt van, mert... Na, ne mondjátok nekem, hogy ez most spannolt ide. Pedig, már pedig ez biztos most spannolt ide, mert az előbb még nem állt mellettünk senki. Hát egy kicsit a... zombie spawningot összekutyulták, hogy mi az? Flimsy Wrench. Jó. Volt egy level upunk? Nice. Loppik 2. Szeretnék minél hamarabb, minél több ládát kinyitni tudni. Igen, itt ez abszolút úgy van megcsinálva, hogy ne lehessen átjönni kocsival. Jó. Wow, hogy föl lehet jönni? Oké, okay, itt még nem voltam, de nem is tudom, hogy miért nem. Mondjuk azért nem, mert semmi értelme nincs. Oké. Okay. Go forward. Te ki vagy? Lényegtelen. Oké. Okay. Jól emlékszem, hogy valamelyik fába bele van hajítva egy bolta. Valahol itt a közelben. Nem nagy szám fehér cucc volt, amikor először megtaláltam. Ez egy másik dead zone egyébként. Ezek a dead zone-ok kifejezetten úgy vannak kitalálva szerintem, hogy ide multiplayerbe kelljen bemenni. De ha lesz normális fegyverünk, ígérem megmutatok jó néhányat, hiszen mondtam, onnan lehet megszerezni azokat a cuccokat, amik a társaink fegyverének fölfejlesztéséhez szükségesek. Yeah! Hi! Jéj, nézzétek ki van itt a floater barátunk! Valaki fut felénk. Való nem, oké, csak rosszul hallottam. De nézzük, floater, még mindig gyúlékony vagy, vagy még mindig immunis vagy a tűzre. Úgy látszik, nem! Érdekes, ugye emlékeztek az előző részben, ugye túlságosan vizenyős volt a teste, hogy meg tudjuk gyújtani. Bár most se sebeztünk rá túl sokat, de Johnny nem hátrál. Hoppá! Wow! Hú! Azaz. Júj, igen, neki van egy ilyen spray támadás, amivel körbehányja magát, vagy hogy is mondjam. De ha mindig mögötte maradtok, akkor nem lesz gond, csak nem nehéz mindig mögötte maradni. És ugye mindig el kell ugrabugrálni a köpései elől, tehát a staminát azt nagyon-nagyon jól be kell tudni osztani. Nem vagyok nagy ilyen stamina managementes dolog, de meg kell tanulnom, hiszen a Nio
úgy látszik, jön PC-re. És ott aztán nagyon kell tudni dodzsolni. Oh yes, electrified bitch. Kézzel nyomjuk le a fő zombikat. Ez azért ez durva, nem? Most inkább bekapjuk, de lenyomunk. Durva demista. Ez az. Időbe telik, de Johnny ott van a szeren. Na, már nem megyünk? Erre megyünk. Na igen, ez már a dzsungel mélye felé van. Úgyhogy számítani kell heavy assaultokra. Hogy úgy mond. Hol a francba volt ez a balta? Ó, ez nem jó. Oké. Okay. Az ott egy boomer. Le a fejjel, koma. Ő volt a lényeg. Szépen meghátrálnak, arrébb dugjuk őket, pif-puf. Lecsújtunk rájuk, és már kész is van. Mint egy recept, komolyan mondom. Háj! Azt a lesújtást láttátok? Úristen, legalább 6 métert ugrottunk előre helyből. Johnny ennyire badass. Mondjuk ezt az összes többi karakter is meg lehet csinálni, ha jól emlékszem. Let's not go there. Hi. Másikat kellett volna támadni, mert azt tudtam, hogy itt vagyunk. Ez a macsette tényleg elég gyengusz. Igen, ezt elismerem. Nem a legjobb választás. De ismertek. Vagy vágószerszám, vagy semmi. Itt a balta. Te még élsz? Ráadásul tiring, tehát egy negatív jelző van előtte, ami azt jelenti, hogy még több jobban leszívná a staminánkat. Akkor pedig nincs sem értelme, akkor már inkább kézzel verekszek. Upszi, ez egy kicsit közelre robbantottam. Hey, hi! Nem akartok elégni, még mielőtt ide érnétek? Na, látszik, ez nem. Hup! Neki futásból. Na, elméletileg ide bent van valahol az a két kábel, ami kell az Electrifying Questhez. Ja, ide bent. Jó, akkor ide meg be kell jutnunk, ennyi az egész. Oh, infected, hi. Oh my good lord. Azt így futás közben rúgtuk arcon. És már a hand to hand az már második szinten van, ugye. Az előző részben nem emlékszem, hogy jól elmagyaráztam volna, de ugye itt most fejlődnek a harci képességek. Tehát vágófegyver, zúzófegyver, hand to hand és a weapon. Hát igazából az úzófegyvert leszámítva nekünk mindegyik fejlődni fog, de úgy érzem, hogy ugye a vágófegyver és a hand-to-hand lesz a mainünk. És persze lőfegyver, hát mindenkinek szüksége van a zombi apokalipszis kellős közepén egy lőfegyverre. Nézzétek, micsoda elárasztott falu. És egyfolytában jönnek majd a zombik. Kikerült a vágásom? Ez most real? Ó, volt nála valami. Kitchen knife és zöld. Már dobom is el ezt a wrenchet. Nem, mintha most a... Oh! Oh, sorry. Bocsánat a fülest használókért, de biztos hangos voltam. Ez egy kicsit túl közel van az én ízlésemnek. Ajja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 jj
Oké, maradunk akkor a hand-to-hand combat. Na, azaz. Shit. Ez büdi. Az a baj, hogy nincs már lőfegyverünk sem nagyon. Próbáljunk ki molotovot? Na, nem, még mindig nem sebez. Sebez rá a tűz, de nagyon-nagyon keveset. Láthatjátok, alig 21-eket sérül, ez bullshit. Úgyhogy használjunk valami dobófegyvert mégis, csak én amondó vagyok. Oké. Okay. Ugye neki nincs beosztottunk egy bleed damage-t. Toljunk még egyet. Áó! Ez most oda-vissza járt. Ebbe bele fog halni. Nem halt. Akkor egy Dragon Punch-sal befejeztük a dolgot, mint Son Goku. Na gyerünk. Ez itt egy kis pénz. Ide bemászni lehet csak, ha jól emlékszem. What is that? Ó, a Morningstar, amit elhajtottunk. De zöld, úgyhogy nem hagyjuk itt. Majd eladjuk szépen. Azt mondja, hogy... Ha itt felugrok, akkor vagy bestekkelek. Igen, ez a valószínűbb. Shit, a... platforming element még mindig nem az erőssége ennek a játéknak, és oda kéne lemennem, ugye? Mert itt nem tudok bemenni. Oké. Okay. Hi! What? Hi! Puff! Jó, lezúztuk. Viszont innen nem tudunk kimenni. Itt van a cable, amire szükségünk volt. Repair pad.
Megreparáljuk ezt a flimsy macsetét. A flimsy is egyébként egy negatív jelző a fegyverekről, úgyhogy ne nagyon tegyetek el ilyesmit. Hát ide be kell mennünk és számítok némi ellenállásra. Gyerünk, Johnny! Menni fog! Gyerünk, Johnny! Yeah, persze, harmadjára. Hi! Boomer! Ciao! Jó, Bladed Weapon is fölfejlődött 2. szintre. Nice, nice, very, very nice. Boomer, visszakaphatnám a... Köszönöm szépen. Te mi vagy? Flare? Oké. Okay. Tényleg, ezt is használhatnám egyébként, hiszen most már nagyon olcsó, viszont még nincsen neki helye. De most mivel nincs a flare gun, ezért használjuk a flare. Egyébként nagyon jó kis szolid fényforrást biztosít ez számunkra, láthatjátok. Olyan kis kísérteties vörösbe borítja a dolgokat. Én szeretem használni, nem tudom, hogy mennyire zavaró ez képen, majd ha kifogy az elemlámpák, akkor majd hozzá kell szoknunk, hogy néha ezt használjuk. Lesznek nagyon-nagyon sötét helyek, lesz egy nagyon nehéz rész a játék. Illetve nem mondanám nagyon nehéz résznek, inkább úgy mondanám, hogy creepy. Kicsit visszanyúl a horror zsanrához ez a játék egyes bizonyos elemeibe. Ugye a föld alatti katonai bázis vagy valami hasonló lesz majd, ami egy kicsit creepy lesz, de abszolút nem vészes, sőt kifejezetten élvezetes kihívás. Na jó. What is that? Ja, oké, okay, ez a... Jó. Mataka Village Bungalow, ez is egy dead zone. Akkor mehetünk a csónakért. Unscrew the boat, oké. Okay. Oké, okay, oké. Okay. Illetve... Wait a minute. Hova megyünk? A benzinért. Wait, what? Hova kell menni a benzinél, bakker? Ja, hogy onnan? Jó, először elmegyünk a benzinért, és aztán visszük vissza a cuccokat. Jó, tudom, most mindenki respawn volt, most mindenki mérges ránk. Csak a szokásos, semmi probléma. Érdemes lenne egyébként most is felfedezni, mert vannak ugye elrejtett blueprintek itt meg ott. De jelenleg még nem állunk készen erre, mert nincsenek fegyvereink. Jó, oké, tudom, Johnny erős kézzel is, de akarok neki egy olyan karmos cuccost, ugye, amit mondtam. Meg legalább egy vágóeszközt, vagy egy egykezest, vagy egy kétkezest, ami minimum zöld, de inkább kék. Úgyhogy ezt mindenféleképpen megvárom. Ha az meg lesz, akkor bemegyünk majd a dead zónokba is, ígérem. Hiszen vannak ott jó felszethető cuccok, és azért sokat számíthat társaknak is van normális fegyvere. Oké, itt hagytuk a kocsit. Úgyhogy visszaülünk, hamar gyorsan. Shit, megint a jobb kormányos mindenedet. És ha minden igaz, akkor ezt már mutatni fogja majd az úton. Nem? Még ez sem? Shit! Hi everybody! Puff, puff. Itt van Halai leforduló. Arra kell majd mennünk, hogyha megyünk a faluba. Holy moly, tényleg figyelni kell az útra, mert nem mutatja a pöttyöt a GPS. You know? Rescue Mugambe. Hi. Mizus Mugambe, mi a problém? Egy tug. Oké, és... Wow! Most választanom kell, hogy melyik ütést szívom be. És inkább beszívtam a sima zombitól, mint az infektittől. Még vannak azért egy páran. Ott maradt. Csög. Ott a tug bácsi, nézzük, hogy van-e itt valaki. Nincs senki. Akkor nézzük, hogy van-e kaja. Beverünk 2-3 gyümit a tug előtt. És nem akarok elcseszni molotovot. Azt akartam, mind a kettőt megüssük. Püf, puf, adjunk neki! Oké, kifogytunk a staminával. Pont időbe hátráltam. Oh my god, jó, oké, kezdek ráérezni, úgy látszik. Legalábbis minimális szinten. Dragon Punch! One Punch Man, gyerünk! Semmi nem védi a belső szerveidet, ombre. Kilóg a beled, és azt ütve sem halsz meg. Na jó, adjunk neki egy kis... Kati-katiot. Oj! Meg kéne válnunk a másik kezétől is. Rettentő mód tudnék örülni, mert akkor nem kéne ilyen messzire eldodzsolni. Na mindjárt! Mindjárt! Oh, shit, már is harap, pedig még ott van a... levágtuk a kézfejét, és pérzik. Oh, shit! Oké, ez egy kritikál volt.
Na hát jó, a tuktól megszabadultunk, már csak azt a néhány köcsögöt kell innen levadászni. Akarom mondani zombit. Háj. Ah, miért kell beleszaladnom? Meg kell tanulnom a rugásnak a range-ét megint. Ugye ezek a fejszétlocsantós kivégzések is közelharcra, tehát hand-to-hand kombatra mennek. Rúgdosás, oh! Rúgdosás is, szintúgy, anyád, megijesztettél. Még mindig nem hallom egyébként dögöket. Még ez lehet azért van, mert benne áll a szám. What? Na, na jó van. Tessék megpusztulni szépen kusban. Begyümizünk megint. Hát nem tudom, hogy vagytok vele, de ha én megennék 4 almát egymás után, szerintem le kéne feküdnöm aludni, mert rosszul lennék. Én magamba megyek, már csak előtte kifosztom a lakókocsidat, ha nem bánod. Régen ezekben a rekeszekben volt alkohol, most miért nincs? Ágád, fogja kijönni innen. Ezeket a kis emberkéket így föl lehet szedegetni, ezek ilyen kis mellékmissionek, és egyáltalán nem tart sokáig. Csak egyszerűen le kell róluk vakarni a zombikat. Mit kapok? XP. Oké, okay, XP-t már jön. Megtesszük, ugye. Ha bocski. Fél HP. Cukorka. Másik fél? Yep. Jól van, haladjunk akkor. Pillanat, pillanat. Látok valamit, ami még érdekelhet is minket. Wire glue. Zombi. Uff. Széttapostuk az arcát. Ez egy valid fenyegetés. Ha nem vigyázol magadra, széttaposom az arcodat. Wire, nagyon jó. Sok-sok elektromos szerszámunk lesz, én már látom ezt előre. Rengeteg kábelt szedtünk föl most. Ah, jogkormányos, rohagy meg. Jesus. Hát nem tudom, hogy be fogjuk-e tudni fejezni ezt a küldetést. Nagyon elszaladt az idő, basszus. Na mindegy, én a gázba taposok, aztán meglátjuk, hogy lesz. Itt is le lehet fordulni halályba. De nem oda megyünk még, kell a benzin Pierre-nek. Nem is emlékszem erre a második benzin. Oh god, de emlékszem. Okay, még egy tugi. Na őt már nem molesztáljuk meg kézzel. Inkább nagyon sok itt a benzines hordó thingy. Megégtem. Ott egy boomer. Tudományos tesztkísérlet következik. Au. Ha hozzávágunk egy fákját, fölrobban-e? Nem, de hanyat vágom. Shit, dehogy nem robban föl. Oké, tehát könnyű megtántorítani ezek szerint, és föl is robban, ha eltaknyol. Nice. Na jó, ez creepy volt. Shit, nem láttam, mi jön felém. Úgy látszik, a bleeding damage az most itt nagyon játszik ebben a részben. Az előző részben nem tudtam kiosztani ennyi bleedet. Lehet, hogy ez most megszerelték, vagy most be van bugol. Milyen jó kis háttérfényt ad ez a vörös. Nice. Óhó, ezt majdnem bekaptuk. Punch in face. Ow. Oké, ezt visszakaptuk. Tehát közelről ne szórakozzunk a thuggal, mert szájba tugol. Na még egyet. És volt nála egy dangerous crowbar, oké. Ez így nice. Jó, tehát ide kéne behoznunk a kannánkat és feltölteni. Easy peasy, gyere velem, ha élni akarsz. Á, HP az félem van, úgyhogy majd körülnézünk egy kicsit. Oké. Mondd, hogy sikerült. Oké. Ide még úgyis jövünk vissza, úgyhogy ne féljetek, szétnézünk majd itt is. Egyelőre most a benzines küldit akarom letudni, legalább ez meg legyen. Mert... by the way, érdekességet mutatok mindjárt. Azokat a helyeket érdemes megvizsgálni, ahol ilyen véres kéznyomotokat találtok a falon. Mert lehet, hogy... hogy érdemes lootot találtok odalent vagy odabent. Úgyhogy ezekre a véres kéznyomokra figyeljetek, vagy éppen föl lehet mászni azon a fal felületen. Na jó, menjünk le halályba. Ugye most, hát nem tudom, itt kéne hagyni a benzines hordót, nem hiszem. Egy benzines kannát. Vissza kéne menni Pierrehez, az igazság. Jó, hát próbálkozzunk meg vele. Oh, Jesus Christ, itt is van egy tug.
Au. Ajajajaj. He. Ez a könnyebbik verziója a segítésnek. Ez most egy infected vagy egy... Ó! Oh. Oké, okay, nem erre kell menni, ezt már tudjuk. Kiszállok, segítek Luke-nak. Megmondjuk neki, hogy én vagyok az apja. Megsérültem, megint eltaláltak kocsiba ülve, ez tiszta idegesítő. Jó, mind van. Köszönöm szépen, level up. Jó, már ezért megérte kiszállni. És nyitunk minden ládát. Hell yes! Cool, oké. Okay. Lehoppanunk. Hey, mit volt? Feeble kitchen knife. No, tiring combo. No, oh! Fuck you, már megint nem hallottam. Maradj lent. Piacs. Erre tudnék a legegyszerűbben menni. What is that? Find a working boat. Oh, shit. Na jó, vigyük vissza a benzint, aztán majd szétnézünk. Legyen ez meg. Mert ezért nagyon-nagyon vissza kell mennünk. De merre? Ez itt a kérdés, itt végig a... Hát akkor végig a... Idáig. Oké. Okay. És erre sem mutat rá, úristen, erre sem mutat rá izé a GPS pötty. Durva. Amennyire segített, vagy éppen akadályozott az előző... Láttam, ott volt egy fehér felkiáltója. Amennyire segített, vagy akadályozott az előző részben, illetve az originál Dead Island-ben, annyira nincs most semennyire. Durva. Remélem jó felé jövök, basszus. Remélem nem túl hangos a billentyűzet. Ó, jó felé jöttünk, oké. Okay. Hi everybody, átmentünk valami nagyobb dögön is, mert 1000 XP-t kaptunk érte. Nem tudom mi volt az. És itt vagyunk, jó. Most lesz gáz egy kicsi. Jön egy csomó infected, Jesus. Ó, oh, láttam az árnyékot, te mocsok. Kéne nyernem egy kis space-t. Oké. Okay. Ajajajajaj. No. Mennyi? Húzi! Tűnjetek innen! Mi ez fákja? Ne a fákját vedd előtte hülye, hanem a macsetét. Oké. Okay. Elfogytatok végre. Jesus Christ. Jó, kiszálltam a tömeg közepén már megint. Mi ez? Homemade knife. Nem érdekes. Eldobtam egy fákját véletlenül, ezt majd át kell helyeznem valahol máshova, mert így zavaró. Ó, oh, eltök, de föl tudok menni kocsival. Mi az anyám, én szálltam ki? Ó, oh, Ronin! Tudom, hogy hajnali egy óra van, de figyelhetnél. Hi. Köszönjük, benéztél. Piff-puff. Jó. Úgy látszik, itt tiszta a terep, ennek örülök. Mennyi medikitem van, by the way? Veszítem, misk, misk. Akkor large medikit 10, medium medikit. Oké, okay, ezzel még kihúzzuk sokáig. Nem lesz itt probléma, kérem szépen. Semmi go... Nem lehet ugrani, hogyha kezünkben van ez a tudsz. Na tessék, Pierre, itt a benyád. What? I need these things for myself. Az anyád úristen itt. Now! Do you hear me? Yeah, but I don't really need your money, do I? Oké, okay, tehát átvert minket. Kihasznált. Elvitte a benzint. Az anyád úristen itt. Na most berágtam rád, te francia. És ráadásul fölkapcsolta itt a zenét nekünk. Hogy ide jöjjenek a zombik. Hát ez igazán kedves. Viszont itt felszedhetünk néhány ruhát, amivel betömhetjük neki itt a kéményeket. Így, kicsalogatva őt a rejtek helyéből. Nem épp a legelmésebb megoldás, de működik. Közben szerelünk egyet a gagyi macseténken. Na, már köhög az emberünk. Na, kinyitsz végre? Vagy rád is kell gyújtanom a szénakunyhódat? Vagy szalma, teljesen mindegy.
Na? Mizu? I was just kidding. Do I look like I'm amused? You know, the next bloke you do that to might just take it the wrong way. You know, after what you just did, I think I deserve a discount. Okay, okay. You get half of the regular price. Na, most már itt is van egy elérhető bolt, szuper. Szóval bemehetnék? Köszönöm szépen. Egyből el is lopom az alkoholodat innen, mert odakint van egy csomó ombi. Na, nézzük mit van. Mit kaptunk? Mi volt ez? Egy kőbunkó? Really? Na mutasd mit van. Na, ez a Scottish Dirk már is jó néz ki, de a Crippling Crows az még jobban. Az a baj, hogy a következő szintre van. És van egy Savage Revolver, de a revolverekkel... A revolverekkel gondjaim vannak, ugye. Legutóbb sem kaptunk ebből normálisat. Mindegy, a lényeg az, hogy eladjuk, ami nem kell. Jobb, a Kitchen Knife-ot megtartjuk dobálózásra. Hátha. Viszont az összes többi szityoktól megszabadulunk. Morningstar, mehet minden. Ej, ne. Zsír. Azt hiszem, az összes többire viszont szükségem van. Tehát nem tudnék tőle olyat venni hirtelen, amit megérné, és egyből tudnám is használni, csak a Disabling Staff-et. Viszont Crippling Claw-ból jobbat láttam odahaza a bázisba, úgyhogy róla ennyit. A következő kérdésem az, hogy van-e így gyors utazási pont? Nekem úgy tűnik, hogy nincsen. Úgyhogy szerintem iszonyat mocskos gyorsan hasítsunk haza. Hoppá, azt így nem. Ugye ide jönnénk. És... Ó, itt van egy rövidítés? Oké, akkor menjünk a rövidítésen, remélem. Jó sok zombiból belefutunk közben. Tehát menjünk haza, adjuk le azokat a küldetéseket, amiket tudunk. És akkor polita day. Ó, wow! Hi, everybody! Elfogyott a staminám. Oho, ó, oh, nincsen molotovom se. Nice. Oh, what the f... Oké, ezt most láttam, ez egy kés volt. De az anyádba dobsz ilyen pontosan, már nem azé. Jé, berak a zombik közé, of course. Holy shit. Oké, vágom én, hogy veszélyes helyre jöttem. De azért álljon már meg a menet, pontosabban dob a zombi, mint egy ember. What? Nem tűnik ez egy kicsit furcsának mindenkinek? Vagy most csak én hisztizem megint túl a dolgot? Hogy az anyámba? Pedig mozogtam balra hátrafele, tehát ezzel egész biztos vagyok, hogy nem álltam egy helybe. Na mindegy. Beszoptuk, one hit killek voltunk már megint. Kétszer is meghaltam ez alatt az epizód alatt, pedig egyszer se kellett volna. Szép volt, Ronin. Na jó, ugye van néhány alkohol itt, amit föl kell szednünk, meg néhány molotov, ami szint úgy jól jön. Jó, molotovot berakta a helyére. Ugye felszedünk néhány konzervkaját, amit leadhatunk a hölgynél. Egyet? Oké, akkor csak egyet. Én kettőre emlékeztem, de mindegy. És ugye van itt még egy-két küldi, ami itt a wire. Még egy level up. Heavy brass knuckles, no, az nem kell flare, no. Jó. Tehát az ő boltja fejlődött, azzal, hogy most odaadtuk neki ezt a wire-t. És itt van még néhány. Tudom, hogy level up voltunk, mindjárt megnézzük, hogy mi a helyzet. Oké. Okay. Itt vannak a dobófegyveres dolgok. Egyáltalán nincs rá szükség. Bár egy Deo bombot lehet, hogy be kéne ruházni, na mindegy. A csajnak is szereztünk három pengét. Látjátok, egyből föl upgrade-elte elektromos kaszává azt, amilyen volt, és kaptunk stun bombot tőle. Oké, neki pedig lightning mod. Igen, explosives. Jó. Hát aknákat fogunk tőle kapni. Micsoda kis ügyes lány ez a Zoe. Na itt van a bladed weapon. Ó, és lecserélte a fucking disablinget. Ah, zöldre. Homemade, homemade-et nem akarok. Halálos, tehát lethal, elég erős, de most homemade-et nem. Valami normális macsetére lenne szükségünk. God dang it. Oké. Mindegy, akkor ez megvan. Megnézzük a level up-unkat. Oh, team. És most ugye, ahogy leadtuk a küldetést, egyből felvehetjük a következőt. Ez itt egy stun bombos, new quest available, ezt is felvesszük, és akkor lesz mit teljesítenünk az elkövetkező néhány epizód alatt. Mi látjátok, itt megjelent egy pötty, tehát most már egyes szintre lépett Xiannak a fegyvere. Így lehet felfejleszteni mindenkit hármas szintűvé. Nézzük a skillt.
Életerő, stamina, egyértelműen. Aztán jöhet majd a backpack. Na, viszont ennyi fért bele a mai epizódosság, csak remélem, hogy élveztétek, és most nem voltak olyan vészesek a frame dropok, mint eddig. Dobjatok egy lájkot, ha úgy érzitek, hogy megérdemlem. A következő részben pedig innen folytatjuk. Sziasztok!